A hétvégén ismét megrendezésre kerül a Mondokon, ahol ezúttal a sok program és cosplayer mellett egy e-sport versenysorozat döntőjére is sor kerül. Az élő döntőkhöz természetesen online selejtezők elődöntők kellettek, és ezen szakaszra több mint 15 ezeren voltak kíváncsiak Twitchen, és az összesen két hetet felölelő időszakban a közönség 12 meccset láthatott élőben. Lássuk, kik jutottak végül a fináléba. Szerintem vannak ők annyira profik, hogy igenis tudatos volt az, hogy ők a Clubhouse-t választják, azt a pályát, ami tegnap vereséget szenvedett. Egyik csapatunk a jól ismert Salamander. Az elmúlt időszakban mutatott formájuk és eredményeik alapján jelenleg ők a legjobb magyar R6 csapat, akik nemzetközi szinten is nevet szereztek már maguknak. A negyed döntőben legyőzték a második selejtező alsóági győztesét, a Get Well Soon-t, majd az előző szezonban elődöntős, szintén meghívott csapatot, a Grim Ravens-t. Bizakodóan mehetnek LAN-ra, mert még sosem kaptak ki magyar együttestől. A lényegi dolog az fent van, solid. A lift védelme, az, hogy átjárható a conference room és a janitor's closet között, és van reinforced skylight felé is. Ellenfelünk a Looking for Org lesz. Az előző szezonban játszottak már az offline döntőben, de akkor 3-1-es vereséget szenvedtek attól a Hypersonic Dogs-tól, akik biztosan nem védik meg a címüket, hiszen még a negyed döntőben búcsúztatta őket a Wild. A vadakat az LFO hasonló magabiztosan verte, mint egy körrel előtte a Nevermore Gaminget. Így megpróbálhatják megszakítani a Salamander veretlen szériáját. Itt fentről kell lepusolni, és pontosan ezt csinálja Agrav, bocsánat, Kridge, mondjuk lehet Agrav is erre felé van, bepikkel most az IQ-val Kridge. Na, mi lesz ebből? Hoppá, keresztbe elfut. A döntőben érvényben lesz a végtelen hosszabbítás szabály. Tehát legalább két körrel kell nyernie valamelyik csapatnak. Ilyet először láthatunk itthon. A Mondokonon mi is ott leszünk, és beszámolunk a fejleményekről, érdekességekről.